párbeszédben az evangéliumról, Tori András atya, Debrecenből kapcsolódik be, Krisztus föltámadt. Valóban föltámadt, szeretettel köszöntelek titeket. Meséltél itt nekem a húsvét éjszakai felnőtt keresztségről, azt, hogy sok-sok öröm volt benne. Mi az, ami igazán egy kimagasló pont, ami lelkipásztorként, most új lelkipásztorként itt így benned marad, amiért hálás vagy? Talán kettő dolgot emelnék ki, az egyik a nagyon sok és szép gyónások. Gyönyörű megtéréseknek volt tényleg ez az ideje. A másik pedig hát akkor lehet hármat, a lábmosás, nálunk egy új képviselőtestület van, és a testületi tagoknak volt a lábmosás szertartása, egy nagyon különleges lelki kapcsolatot hozott létre köztünk. És a feltámadási szertartás, nagyon kiváló katekumenjeink voltak az idei esztendőben. Egyetemi csoportból ovis gyerekek szülei, ahol az ovis gyerek volt, aki így elindította a családot így így Krisztus felé. Úgyhogy nagyon szép tapasztalatok voltak ebben az időszakban, úgyhogy tényleg nagy hála van most bennem. És hát ezzel megyünk tovább most így a húsvét időszakban. Úgyhogy szép időszakunk volt. Vagyis van. Igen, nekem is ez a fontos, hogy van, hogy valahogy egy folyamatban vagyunk benne, és nagyon erről a folyamatról szól itt ez a mostani harmadik húsvéti vasárnapi evangéliumunk is, hogy itt nem befejeződött valami, tehát most indul még most kapkodjuk a fejünket, hogy akkor mi is történik, és a tanítványoknak volt erre idejük, akkor nekünk is megvan az idő, megvan ennek a lehetősége. Na, nézzük is ezt a részt. Most megint Lukács evangéliumot olvasunk, 24. fejezetből, 35-től a 49. versig. Abban az időben az Emmausból visszatért tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Még ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük Jézus és köszöntötte őket. Békesség nektek! Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak, de ő így szólt hozzájuk. Miért ijedtetek meg, és miért támad kételj a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat. Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok. A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát, de örömükben még mindig nem mertek hinni és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk, van itt valami ennivalótok? Adtak neki egy darab sült halat, fogta és a szemük láttára evett belőle. Azután így szólt hozzájuk, ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak. Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásukat. Majd így folytatta, megvan írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok atyám ígéretét. Nálam még ez a félmondat is itt van, és nagyon fontos, hogy maradjatok a városban, még fel nem öltitek a magasságból való erőt. Van két része így ennek az egész szövegnek, tehát az első ez a váratlan találkozás, és akkor a második a küldetés. De innük az elsőből. Tehát egyértelműen jönnek az első hírek, csodálatos találkozásokról, fölfedezésekről. Ez az állandóan a breaking news. De az, hogy amikor a jó hírek törik meg itt a beszélgetést, ott vannak már hírek, és közben mégis ez a fajta teljes felkészületlenség. Valószínűleg ez lenne az első dolgot, jó lenne megérteni, hogy
Mi olyanok vagyunk, mint amikor már valaki elmondta a döntő foci meccsnek az eredményét, és már akkor mi már tudjuk előre, hogy mi lesz, és lelőtték a poént. Tehát, hogy már tudjuk, hogy a föltámadás jön, és ezért nem is tud ránk úgy hatni, mint hogy ott ezekre az első tanítványokra. Ez a teljes, átmosó, megdöbbentő tapasztalat. Hogyan tudod ezt elképzelni? Milyen lehetett ez? Ez biztos, hogy olyan volt, amire nem számította. Érdekes, hogy Jézus így azért többször beszél az evangéliumban arról, hogy a messiásnak kell szenvednie, majd föltámad, de hogy valahogy ezt úgy kizárták egyszerűen így a tudatból. Tehát, hogy így nem. Tehát ez olyan hihetetlen volt. És talán az is közrejátszik ebben, hogy a halál az úgy tökéletesen része egyébként az ember életének. Tehát azzal találkoztak ők is, nyilván veszítettek el embereket, lehet, hogy láttak meghalni embereket, vagy láttak kivégezni embereket, és hogy addig el tud jutni az ember. Tehát, hogy arra képes a saját erejéből, képességeinek a határain belül mozog, kifeszíti, de hogy véget ér. De hogy utána, hogy történjen valami, az meghaladja az embernek a lehetőségét. Ezért nehéz ebben hinni, hogy valami, ami tökéletesen véget ér, az képes újraindulni. Az képes még egyszer az útján elindulni, és hogy Jézusnál ezt látják, hogy nagy csütörtök este volt az utolsó teljesen normális pillanat. Annak minden összetettségével, de hogy ott ülnek, az utolsó vacsora termében Jézus beszél, búcsúzkodik, Tamás kérdezősködik, és hogy kimennek imádkozni, elalszanak, és hogy tényleg, mintha álomból ébredtek volna, hogy elfogják Jézust, elviszik, és nem történik egy nagy csoda, hogy akkor, na akkor az Isten kimenti Jézust, és akkor nem fog meghalni. Nem ítéli el Pilátus, mégis Jézus mellett szavaznak, nem Barabás, de hogy csak Barabás lett, elindul a kereszttel, akkor valaki majd ott megmenti, nem menti meg, akkor a keresztre, akkor majd a kereszten valaki majd, vagy majd leszáll, vagy egy angyal, és akkor meghal. Hát és akkor így vége. Tehát, hogy ettől többet az ember nem tud elképzelni. Tehát, hogy közte voltak lehetőségek, amiket el tudtak képzelni, tehát az belefért, de a halál, tehát, hogy az egy olyan sorsdöntő dolog az ember életében, vagy volt az ő életükben is, hogy ott így megállt a tudomány, hogy akkor ez eddig tart, és akkor itt vége van. És teljesen, tehát ők szerintem teljesen padlóra kerültek, hogy hát 3 év, tehát hogy annyira hittünk ebben, annyira akartuk, hogy majd ő lesz a messiás, és hogy annyira más messiást gondoltunk, és akkor, hogy meghalt. És hogyha valami nagy tragédia történik, akkor szerintem tehát abba képes belehalni az embernek minden vágya, minden amit belefektetett, elvitte akár a tervekbe is. És hogy ők a halálból nagyon nehezen tudnak föltámadni. Jézus föltámadt egyébként ugye harmadnapra, de a tanítványoknak több idő kellett, hogy a saját vágyaik, álmaik, elképzeléseik halálából föl tudjanak támadni. És hogy ez azért nekünk is ilyen nagyon, olyan nagyon nagy hála van, azt hiszem bennem, hogy ez így benne van az evangéliumban, hogy a tanítványok olyan nehezen tudtak hinni. Ugye hát summa summarum az is elég lett volna, hogyha leírja az evangélium, hogy üres a sír, Jézus föltámadt, találkozott a tanítványokkal, és fölment a mennybe. De hogy valahogyan azért ezt így fontosnak érezték, és a Szentlélek így irányította ezt, hogy több ilyen nehéz találkozás a feltámadás után belekerült. Tehát, hogy Hogy érdekes. még majd ugye lesz a Péterrel való külön találkozás is, de hogy ezek, hogy ez lépésről lépés, és nem volt elég egy találkozás, hanem kellett, hogy az ő halálos sebeikből egyszerűen föl tudjanak kelni. És ugye az Istennek ehhez volt, az Isten fiának, aki egyébként ő maga halt meg, tehát, hogy bocsánat, a legrosszabb azért mégiscsak neki volt, tehát, hogy a kereszten neki kellett ott lenni, többiek együtt szenvednek vele, de hát
de hát azért ő van a kereszten, tehát hogy ő viszi az emberiség bűneinek a terhét, és hát hogy az Isten nagysága ebben is azért úgy ott van, így a teremtmény felé, hogy akkor így gyógyítgatja ilyen nagyon finoman a sebeiket. Akkor, hogy az jön át, hogy mennyire fontos ebben a tapasztalatban, hogy a tanítványok embersége, emberi gyengesége is ebben látszik, igen, a reménytelenségből való újraéledésben, a fájdalomból való kilépésben. Ugyanúgy, ahogy fontos volt, hogy Jézus emberségét komolyan vegyük a szenvedésben, hogy ez nem egy látszat. Ugye ez volt a rengeteg szektás gondolkozása, tehát Isten csak megjátszotta azt, nem, hogy az ember élet, Isten teljesen végig szenvedte ezt, enélkül értelmetlen az egész tapasztalat. Igen, tehát ezt a fajta emberi oldalt így meg tudjuk érteni. Amit nem tudunk megérteni, hogy akkor milyen is ez a régi és mégis más föltámadt Jézus. Milyennek látják őt? Ott van ez az állandó visszatérő kép, hogy aki a békességet hozza nekünk. Milyennek lássuk igazán így a föltámadt Jézust ezekből a leírásokból? Ez egy nagyon fontos, amit te is említettél, hogy a sebei, tehát hogy ez egy sebzet. Tehát, hogy a megdicsőült testen azon ott vannak a sebek. Tehát, hogy a teste is föltámadt, és hogy az a test támad föl, amit megsebeztek. Tehát, hogy nem múltak el. Tehát nem gyógyult be ezek szerint, ugye Tamásnál múlt hét vasárnap épp ez volt a történet, hogy érdekes, hogy Tamás nem az arcát akarta Jézusnak látni, hanem azt mondja, hogy ő a sebeit szeretné látni. És hogy azt hiszem, hogy nyilván oka van annak, hogy a sebek ott maradtak. Tehát, hogy azok a sebek, azok tényleg gyógyulást szereznek nekünk, mert hogy tovább viseli a megváltó. Tehát, hogy nekünk így tud hiteles lenni a megváltónk, hogy tudja mutatni a sebeit, amit elszenvedett értünk. Ez egy valóságos kereszt volt, ez egy valóságos szenvedés, egy valóságos halál, és azáltal, hogy ott maradtak a sebek, mutatja, hogy ezt nem le akarja vetni, vagy nem távol akarja magától tartani, hanem hogy ő ezt, ennek átélte a valóságát. Tehát, hogy ez neki nem egy olyan dolog volt, amiről meg akar feledkezni, hanem amin felül akar emelkedni. És hogy így az ember sorsába is ez egy újfajta szemléletet tud adni, hogy a sebzettségre, ami az emberi voltunkban benne van, mindannyian hordozunk sebeket. És hogy az üdvözítő, hogy hogyan akarja ezeket a sebeket gyógyítani, tehát hogy nem törölni akarja a múltat. Ugye itt a tanítványoknak is azért van egy újfajta múltértelmezésnek kell elindulnia. És hogy Jézus nem törli el a saját sebeit sem, és a tanítványok felé is ez az üzenet, hogy a múltjukat, az életüket nem eltörölni akarja. Tehát, hogy azért nem teszi semmissé azt, hogy ők elmenekültek, elfutottak. Nem is kicsinyli le, hogy ez, hát fiúk, mindegy, hát így is úgy is keresztre feszítettek volna. Tehát, hogy nincsenek ilyen feljegyzések az evangéliumban, de a Jézusnak az érzékenysége, a tapintata, az, hogy odáll újra a tanítványok mellé, az ott van, és a sebei azok éppen azt jelzik, hogy hát a ti sebeiteket is meg tudom gyógyítani. Tehát, hogy nem elmulasztani, vagy elfedni, hanem hogy azok a helyükre kerüljenek. Valahogy ez jelenik meg ebben a feltámadt üdvözítőben, hogy az emberséget úgy állítja helyre, hogy nem varázslattal, hanem a feltámadásnak a kegyelmével. Tehát, hogy nem valamilyen mágiát akar használni, vagy valamilyen olyan átformálódást, ami így a múltat így teljesen így elfedi, hanem hogy új értelembe helyezi.
Igen, ami egyszerűen értelmetlenné vált, az értelmet kapott, ugye, és hogyha a sebzettségről, a fájdalomról, a reményvesztésről beszélünk, hogy hát ezek azért a legmélyebb sebek, amiket, ahogy mondod, ezeket elfedni próbáljuk. De hogy akkor gyógyulnak ezek, hétköznapi értelmünkben is, amikor egy újfajta értelmet látunk. Valami ebből meg tud születni. És ennek a megszületésnek ez a szívben és a lélekben, a teljes tudatosságban és valami mélyebb érzelmekben egyszerre kell, hogy megtörténni. Folyamat, nehéz ezeknek a tanítványoknak, hogy nekünk is az lenne. És hogy Jézus nagyon szépen fordul feléjük, mindig azon a szinten, amire nekik van szükség. Hogyha most a kezet akarják látni, akkor a kezét mutatja, az érintés lehetőségét adja. Olyan szép számomra ez, amikor, hogy velük eszik újra és újra. Tehát amikor a leghétköznapi szinten találkozik velük, és hát ne felejtsük, hogy mondtad, ez volt az utolsó csodás, szép, teljes találkozása a közösségnek, az utolsó vacsora. Ott szakad meg a kép, ugye? Visszamegyünk oda hozzá. Értelmileg próbálja újra és újra helyre tenni a dolgokat. Megnyitotta az értelmüket, az Ószövetség tanítását elmagyarázva nekik. Szóval egyszerűen egy érdekes, hogy tanít, tudást is ad, de hogy ami történik, az nem a fejben zajlik végig. És a lényegi része az nem a fejben történik itt, hanem valahogy egy mélyebb szinten. És persze hát ez azt is jelenti, hogy hát maga a gyógyulás is nem elég, hogy elhatározzuk, hanem az egy mélyebb szinten kell történjen. Na, szép lesz így a Jánosi levél erről, amit olvasunk majd, ez a fajta elmélyülő személyes kapcsolatot hozza elé, hogy ebből lesz valami. Tehát ebbe lépnek bele, és ezután akkor elküldi őket, hogy ezt adják tovább. Mi következik a mi életünkben? Mi nem mentünk át azon a fájdalmon, amely a tanítványok, vagy a reményeket elvesztették. Mi megkaptuk általuk és az azóta levő generációk óta ennek a leszűrt hitét. Hogyan tud ez élővé válni? Egyszerűen, amit itt leírtak, most akkor azt menjünk és adjuk tovább tanítványként. Ez úgy túlságosan a végére szakadunk ki egy aktivizmusba. Mi az, amit mi tudunk tenni, hogy ez a feltámadási esemény az életünk részévé váljon? Amit a tanítványok megtapasztalnak, azt azért szerintem mi is megtapasztaljuk. Tehát ők nagypénteken azt tapasztalták meg, hogy megszakadt a kapcsolat. Tehát, hogy valami véget ért. Valami, amiben bíztak, valami, amilyen kapcsolat volt nekik az Isten fiával, az nincs. És ugye azért ez jelen van a mi bűneinkben, a mi életünk útjain is. Tehát, hogy a nagypénteki nap ünneplésén túl azért még vannak nagypéntekeink, amikor számunkra hal meg az üdvözítő. Amikor valahogy távol kerülünk tőle. És hogy azért minden gyónásban azért ünnepeljük a feltámadást, az újrakezdésünket. Hogy hogyan haladunk tovább. Tehát hol van az én személyes húsvétom. A személyes nagypéntekek azokat, hogy könnyebb tetten érni, de hogy mikor indul el a feltámadás az én életemben. És talán ez a húsvéti időszak azért jó arra is, hogy azért érdekes, hogy tovább is ünnepeljük, mint a készületnek az idejét, tehát hogy ebben van egy tudatosság az egyház részéről is, hogy így felfedezni azt, hogy rendben a nagypéntekeket realizáljuk, de hogy tényleg, hogy hol kell föltámadás. És nyilván hát keresztények vagyunk, évtizedek óta ezt a hitet gyakoroljuk, vagy ennek a kultúrkörnyezetében élünk.
De ezért mindig vannak olyan részterületek, ahol kell egy ilyen új aha élmény. Hogy igen, tehát hogy itt most kell, hogy megnyissa az értelmemet. Kell, hogy megmutasson valamit az írásokból. Kell, hogy az életemnek ezen a területén megmutassa a sebeit. Kell, hogy itt valamilyen új ígéretet adjon. Kell, hogy valami új utat mutasson. Tehát, hogy nyilván nem, mi nem, nem tudunk olyan élményt átélni, mint az apostolok. Tehát, hogy a teljes nullából, a teljes megsemmisülésből, mert hogy van valamilyen ismeretünk, tehát, hogy bármilyen helyzetben vagyunk, van egy háttér tudás már, hogy igen, föltámadt, és hogy ő győzött, és hogy minden helyzetben szeret, de hogy ez most érkezzen meg. És nyilván azt mondom, hogy a bőti időszak is erre szolgált, hogy fölfedezni az, hogy tényleg, hogy hol van halál. De hogy ezt így jó bármilyen pillanatban észrevenni, hogy vannak halott területek. De hogy itt, ami az evangéliumi történetnek az elején is ott van, hogy az Emmausból visszatért tanítványok már így úgy találkoztak Jézussal, és Jézus megint megy. Tehát, hogy így nem adta föl ezt, hogy hát, hogy elsőre nem értettétek meg, akkor hát akkor nem értettétek meg, hanem akkor ő megint megy, és akkor más formában, más úton, más módon, másként kezdi magyarázni, összefoglalja a tanítást, ami ugye az evangéliumnak ugye a második részében benne van, hogy ad egy ilyen összefoglaló tanítást, hogy akkor na ez és ez, hogy akkor ebben, és hát maga az, hogy tehát volt egy fogadókészség, volt Istennek a kegyelme, ami megjelenik, és hát, hogy Jézus ezt vezeti, ezt a találkozást. És hogy ez a mi életünkben, ezt talán ilyen apróbb helyzetekre tudjuk így alkalmazni, hogy egy-egy helyzetbe hogyan tud úgy megérkezni Jézus, hogy valami fényt, irányt, utat mutasson. És azt jó látni, hogy a feltámadt üdvözítőnek ez egy nagyon határozott szándéka. Tehát, hogy ő ezt így nagyon szeretné. Tehát, hogy ő nem akar így parlagon hagyni területeket az életünkből, hogy jó, akkor ezzel ő már nem foglalkozik, vagy ezt már elmondta, és akkor majd, hanem hogy újra és újra próbálkozik. Tehát, hogy újra és újra megérkezik, újra és újra adja a kegyelmét, mutatja az utat, és nem tudjuk, hogy még hány alkalom volt. Az elmúlt vasárnapi szakaszban volt, ugye a Tamás történeténél, hogy ennyi van megírva, de még nagyon sok más is történt, ami nincs megírva, de ez azért van megírva, hogy higgyetek. Tehát, hogy ott az nem tudjuk, hogy a mennybe menetelik, hogy Jézus hányszor lépett oda a tanítványokhoz. Hány külön történet volt, kinek mi volt a személyes története. És hiszem, hogy voltak nagy személyes történetek. Tehát, hogy Jézusnak neki nagyon nagy gondja volt ezekre a tanítványokra, akik ott voltak. És ugyanígy van gondja ránk is, hogy mi megértsük. Hát a Tamásra ilyen nagy gondot fordította az elmúlt heti nagy szereplőre. És itt erre a mostani tanítványokra, akik most itt meg sincsenek nevezve. Ez azért a feltámadnak a nagy gyengétségét mutatja, amiben ő világosan látja, hogy nekünk azért nem minden helyzetben olyan könnyű ezt így elfogadni, hogy ő ura tud lenni annak, amit mi föl sem tudunk fogni. Jó pár dolgot mondtál így akkor a készületünkről. Egyrészt talán az, hogy ez egy egyéni út, mindenkinek az egyéni tapasztalata megvolt, de ennek megvan a közösségi oldala. De biztos, hogy számunkra egy keresztény közösségben maradás az mindig segít ezen az úton. De egyéni vagy közösségűleg én megtehetek sok mindent azért, hogy a szívem az nyitott legyen, befogadjam ezt az ajándékot, és hogy ilyen szempontból egy nagybőti készület, vagy pedig egy húsvéti találkozás elmítésére való készület, az valamilyen szinten összekapcsolódik, hogyan tudom egyszerűen ezt az időcsöndet megtartani, hogyan tudom egyszerűen észrevenni azt, hogy ez egy folyamat, nem szűnik meg, nem pipáltam ki valamit, hanem folyamatnak egy következő stádiumába vagyok. Nézem, ebben a figyelemben így megtart engem a hétköznapi rohanásba is. Milyen jó lenne az, hogyha tényleg meg tudnánk őrizni
valahogy így a nagyszombati lecsendesedésnek és a ritmusát a hétköznapokban. Készülünk is erre, azért erősen az is benne volt, amit mondtál, hogy nagyon sok minden meg tud születni bennünk, de közben marad egy titok jellege az egésznek, mert maga a föltámadás az alapvetően gondolom, hogy emberileg mindig azért egy titok marad, még meg nem tapasztaljuk, akkor meg gondolom, hogy valami nagyon le fog egyszerűsödni, ahogy ez jelenik az életünkben. És úgy mondtad, hogy mire figyelni, észrevenni a sebeket, és hogy észrevenni, akkor korábban beszéltünk ezt a Jézusi békét, a Jézusi örömet. Tehát ha mindezek történnek bennünk, ha mindezben megtörténik egy találkozás, valószínűleg akkor lesz csak igazán értelmes arról beszélni, hogy hogyan tudom ezt továbbadni, hogy mi következik ebből a küldetésemre. Hogy látod ezt a tanúságtételt? Miről, hogyan, kinek kéne nekünk tanúságot tenni hétköznapi keresztény életünkben? És nem mint papként papolni, hanem mint megkeresztelt keresztényként. Nekem az egyik legszimpatikusabb tanúságtétel az evangéliumban az, amit így Péterről tudunk. Hogy Péter azért nagyon sokszor beszélt arról, hogy neki milyen volt tehát hogy a feltámadottal való találkozás után neki, hogy indult újra az élete. És hogy ő a személyes megtérésének a tapasztalatát adja elő. Tehát, hogy volt egy nehézség, és hogy ebbe a feltámadt üdvözítő belelépett, és hogy új útra indította. És hogy nem lehúzta az előző életét, hanem hogy fölemelte abból. És valahol azt hiszem, hogy nekünk is ez a feladatunk, hogy egyrészt talán egymás előtt is, tehát hogy egymás felé erről a rendíthetetlen reményről. Tehát nem csak kifelé kell gondolkodnunk. Mi most éppen az egyházközségnek a jubileumára készülünk, jövőre lesz 25 éves a debreceni megtestesülés templom, és hát gondolkodtunk, hogy mi legyen a motto, és hát ott merült föl, hogy legyen a régi, csak gondoljuk újra. Ne féljetek bátran, higgyetek. Mert hogy nem csak kifelé kell, hogy ez szóljon ez a jubileum is, mint hogy a mi tanúságtételünk, hanem egymást is kell, hogy erősítsük. Tehát, hogy a belső közösség is stabil legyen a hitében. Tehát, akik körülöttem vannak, velük nehezebb egyébként. Tehát idegenek felé könnyebb lenne sokszor, mert ők nem ismernek. De hogy akiket ott a környezetemben rám bízott az Isten. És hogy lehet, hogy nekem egy megtérési tapasztalatom. Amikor azt éreztem, hogy az Isten nem azért szeret, mert hogy valamit tettem, hanem azért, mert hogy vagyok. És hogy ezzel a feltámadt Jézusnak az én életemben van valami személyes ajándéka. És nem egy ilyen érzelgőséges akar ez a Jézus átadni. Tehát érdekes, hogyha vallási tapasztalatra gondolunk, akkor ilyen életidegen tapasztalatok jutnak eszünkbe, de hogy ez a feltámadt Jézus hát azért eszik ebből a halból, meg azért mutatja meg magát, hogy pont arról beszél, hogy ez egy nagyon valóságos, tehát hogy fölálltam valamiből, újra tudtam indulni valaminek az útján, és hogyha ez egy egyszerű dolog, és nyilván nem mindenki a tékozló fiú történetében az elbarangolt fiú, aki a moslékos vödörtől megy vissza, de mindannyiunknak vannak megtérései. Mindannyiunk életében megjelenik, meg tud jelenni Jézus. Mindannyiunknak vannak csodái. És hogy ezekről érdemes lenne talán többet beszélni. Tehát még vallásokat gyakorló emberek is olyan pironkodva beszélnek az Istenről. Mikor az Isten éppen arról tesz tanúságot a feltámadás után, hogy ő nem egy elvont, nem, tehát hogy ő nem elméleti Isten. Tehát, hogy ő nem az ájtatosságnak az Istene. Az ájtatosság fontos, persze, nyilván, de hogy ő megjelent, ő húsvér volt,
megszólította, tehát tudta a tanítványoknak a nevét, nevén szólítja őket. Tehát, hogy két lábbal a földön lévő Isten lett, aki föltámadt. És hogy ebben akart erősíteni a tanítványokat is, hogy na, a fiúk, akkor erről beszéljetek. Hogy elfutottatok, és most rendben van minden, és újra kezdhetjük, és hogy azért kezdhetjük újra, mert hogy ezt tőlem kaptátok ajándékot. És valami erről kell, azt hiszem, nekünk is beszélni, hogy igen, valamiből föl tudtam állni, újra tudtam kezdeni, és nem szégyelni azt, hogy az Isten nagyobb, mint én. De legalább van valaki olyan, ezt azért mindenki tudja, hogy az ember esendő, de hogy legalább van valaki olyan, akire így bizton számíthatok. És talán ez a húsvéti időszak abban is erősített, hogy legyek már büszke arra, hogy kitámad föl a halálból, aki előtte azt mondta, hogy a Ferenc pápának ez egy ilyen nagyon jó gondolata, nagyon szimpatikus, hogy barátok vagyunk. Hát az én barátom föltámadta a halálból. Nem akárki, a barátom. Tehát ezt a barátságot nem én provokálom ki tőle, hanem ő adja. Olyan sok barátságra szeretünk büszkék lenni, híres emberekkel, vagy hírhet, vagy nem tudom, befolyásos emberekkel. Van egy olyan barátság fölajánlva nekünk, keresztényeknek, Krisztus hívőknek, hogy van egy olyan ember, aki az Isten fia, aki föltámadta a halálból, és azt mondta, hogy nem kell örökre meghalni. Tehát, hogy ezen azért így jó így megdöbbenni, meg jó így ki is húzni magunkat, hogy hát így, hát hogy azért nem akárki a barátom. Ez És egy jó... valahogy Igen. Ezt a tapasztalatot úgy érdemes lenne azért így ebben a húsvéti időszakban, hogy mindannyiunknak így valóságossá tenni, hogy hát az én barátom, az értem, hajlandó volt meghalni, tehát hogy nem valami kis ügyben segített ki, hanem a legnagyobb ügyben, és azt mondta, hogy bármit is tettél, mindenféleképpen szeretlek, és a barátom vagy. És erre a barátságra én büszke lehetek. Legyen akkor ez egy ilyen záró szó. Kérhetünk így a hallgatóktól, mit javasoltunk magunknak? Mert az egyik az, hogy nézek bele ebbe a fölkínált barátságba, hogy valóban vágyok erre, valóban szeretném ezt elmélyíteni, hogy mit teszek a hétköznapi, húsvéti hétköznapokban azért, hogy meghívjam Jézusra az életembe. Te milyen kérdés vagy feladatot tennél föl zárásként? Én most ennél az utolsó gondolatnál szeretnék maradni, hogy egyszerűen csak legyen egy 5 perc a héten, aki így ebbe bele szeretne állni, hogy így 5 percet így engedjek ennek a gondolatnak, hogy az én barátom az Isten, aki föltámadt alából, és hogy nekem megnyitott egy olyan életnek a lehetőségét, amit senki más nem tud megadni. És hogy ezért a barátságért tulajdonképpen nekem annyit kell tennem, hogy elfogadom. És hogy ő az a barát, akire igazán, igazán büszke lehetek. Legyen akkor ez, ami tovább visz minket. Köszönöm szépen, és ezt kívánom magunknak is, hogy mi is ezt meg tudjuk tenni. Áldott további szép húsvéti időszakot kívánok neked és közösségnek. Köszönöm. Én is ezt kívánom nektek, Istenem.